A kulturális társaság a helytörténeti értékek, hagyományok ápolását tűzte zászlajára. Így vált Felső Zsolca kulturális életének szerves részévé az elmúlt években. A múltról kell, hogy fogalma legyen annak az embernek, hogy kötődjön a lakóhelyéhez. Tehát, hogyha elképzelése sincs arról, hogy az adott utca miért viseli azt a nevet, amit, vagy hogy mi volt ott előtte, vagy hogy egyáltalán település története hogyan alakult évszázadok során, szerintem az egyszerűen üressé teszi a hétköznapokat, monotonná, nincs olyan gondolatsor, ami kiemelne bennünket a szokásos gondjaink közül. Én ezt nagyon fontosnak tartom a mentális egészség megőrzése szempontjából is, hogy a gondolatainkat kicsit újra tudjuk fogalmazni, és a hétköznapiságon átlépve otthon érezzük magunkat valóban a lakóhelyünkön. Magyarországnak rendkívül erősen szüksége van egy olyan polgárságra, aki a tudatában megőrzi, hordozza és ápolja a tradicionális erényeket, a múlthoz kapcsolódik, és viszi tovább ezeket a dolgokat, akár magyarságtudat, akár Európa tudat, akár irodalom, történelem. Ezek rendkívül fontos dolgok, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyen dolog van, és igenis, hogy kell az ifjúságnak ápolni ezeket a dolgokat. A társaság küldetése egy mondatban megfogalmazva hagyományőrzés, a Szatmári király család hagyományainak őrzése, illetve a település hagyományainak az őrzése. A Szatmári király Ádám társaság díjátadó rendezvényén Kapusi Krisztián reklámakastélyból címmel tartott előadást. Bemutatott néhány remek üzleti érzékre utaló hirdetést. Szatmári király Pálné Plattiidáról viszonylag sokat beszéltünk már korábban. Mások is, és én is publikáltam, előadást tartottunk, részleteztük a rokonsági kapcsolatot, szóba hoztuk a társadalmi szerepvállalását a családnak is, Plattiidának is. Plattiida neveit Felső Zsolcán szerintem már a tananyagban is benne van, hiszen ő az első óvoda alapítója. A törekvéseim szerint fontos lenne az, hogy ezeket az ikonokat, szobrokat, ezeket a merev képeket, amelyek a nagy történelmi személyiségekről kialakulnak, ezeket egy picit élettel tudjuk megtölteni, olyan hétköznapi adalékokkal, amelyek részletes kutatást igényelnek. A reklám a kastélyból lényegében arról van szó, hogy a kastély körüli birtok nagyon sok termény produkált, és ezek piacra kerültek, és a korabeli sajtóban Szatmári király Pálné Plattiid, ez a nemes származású földbirtokos, reklámozta a termékeket. A díjat idén Laki Lukács László néprajzkutató vehette át, akinek több évtizedes munkája eredményeként megismerhettük a Szatmári család életét, munkásságát, betekintést nyerhettünk mindennapjaikba. Ezt a díjat gyakorlatilag a család javaslatára hoztuk létre. A család azt vizsgálja meg, hogy kik azok a személyiségek, kik azok a kutatók, akik a legtöbbet és a legeredményesebben foglalkoztak a múltban a Szatmári király család történetével. Ez alapján történik a díj odaítélése. Szatmári király Ádám az én szülőfalomban született, az a személyiség nekem mindig izgatott, hogy ki volt ő. És akkor mindig, mint a hólabda, hogy jött hozzá mindig valaki más, és egyre kitágult a kutatás. Az ő néprajzi tevékenysége, az edelényi kastélyhoz fűződő tevékenysége, a legkülönbözőbb levéltári munkásságai, ezek mind jogosítják arra, hogy ezt a díjat megkapja. Én személyesen rendkívül örülök, hogy őt aránylag ilyen jó egészségi állapotban találom ezen a napon, hiszen tudják, hogy mondjuk ő nem mindig volt makkegészséges, és egy szorgalmas nemzet napszámosával találjuk magunkat szembe, aki már sokkal nagyobb és szebb díjakat is kapott, de hát Istenem, nincs olyan rakott szekér, amire még egy díj föl nem férne. Nagy családban nőttem fel, nagymamám, főként anyai nagymamám nevelt engem, lakom, innen a családi előnevünk is, és az ő testvérei, idős testvérei összejöttek esténként, és a barátaik, és én mindig belapóztam oda közéjük, és hallgattam az ő történeteiket. És valahogy ott ivódott belém a múlt iránti szeretet, és amikor már gimnazistaként lehetőségem volt, azt követően főiskolásként,
szerettem ezt a témát és ezt a fajta munkát. Laki Lukács László alapította az Edelényi Borsodi Tájházat, melynek teljes berendezését egymaga gyűjtötte össze. Edelényben korszakalkotó tetteket hajtott végre, véleményem szerint a tájház létrehozása ez korszakalkotó volt abban a térségben. De számunkra legalább ennyire fontos, hogy a Szatmári király Ádámmal kezdődő kutatásoknak egyik elindítója volt, és utána a Szatmári király család tagjai közül nagyon-nagyon soknak az életét kutatta. Az első volt, aki ebben az épületben 2003-ban számomra is bemutatta a Szatmári király család tagjait. Mai napig emlékezetes az az előadás, amit hallottam tőle. Több díj büszke tulajdonosa. Önkéntes gyűjtőként Sebestyén Gyula emlékérmet kapott, hiszen szövőnépi iparművészként is sokat tett a hagyományok, kincsek megőrzéséért. Az épített és régészeti műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenységéért pedig Forszer Gyula díjjal ismerték el. Én nagyon örülök ennek, mert 4 éve én betegségem volt, hogy a nagyon halálközeli élményeim voltak, és visszahozott engemet az Úristen, és még kaptam 4 évet, és én úgy gondoltam, és ez adott nekem erőt, hogy biztos feladata van a számomra még az Úrnak, és többek között ez is, hogy még ezt a családkutatást azóta is tudtam folytatni is, meg egyéb más tevékenységemet, munkámat tudtam tovább csinálni. A Szatmári család több tagja is jelen volt a díjátadásakor, így többek közt a Németországban élő horvátné Szatmári királyhanna, aki szívesen látogat szülőföldjére. Ilyenkor, ha teheti, részt vesz a társaság által szervezett programokon, előadásokon. A zsolcai szellemi élet rendkívül pezsgő, nagyon érdekes, különböző témájú előadások vannak, amik mind kultúrtörténeti szempontból nagyon jók. Most például csak a legutóbbira gondolok, a Puc Józsefnek a remek előadását Kőrösi Csoma Sándorról, de a legkülönbözőbb címertanról, régi fegyverekről, mindenféle témáról volt már itt előadás, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve. Hát nézze, ez egy kis társaság, ugye? Hát ez nem tud olyan egetverő dolgokat létrehozni, de szerintem jól dolgoznak. A család sok-sok tagja jött el Németországtól Budapestig, és bízunk benne, hogy jól fogják magukat érezni, illetve azért különleges ünnep, mert a család elhatározása alapján a mai napon adjuk át a Szatmári Király Erzsébet díjat, illetve Kapusi Krisztiántól biztos vagyok olyan előadást fogunk hallani, ami mindenki számára élmény lesz. A Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság idén is számos programmal várta a helytörténet iránt érdeklődőket. Az elmúlt egy év nagyon sok programmal, eseménye eltelt, amit elképzeltünk, elterveztünk, az megvalósult. Viszonylag biztonságos a társaság működése, rendelkezésre állnak a források, ezért a gyerekeknek szervezett vetélkedők, a különböző előadások sikeresek voltak. Reméljük, ebben az évben is sikeresen tudjuk folytatni. Szerintem egészen kivételes itt a környéken, de Miskolcon is szerintem kivételesnek számítana ez a fajta küldetés, amit teljesít az Egyesület. Nagyon nehéz időket élünk, és ugye van egyfajta hierarchia, amiben a kultúra és a helytörténet szerintem eléggé lent van. Ami részben érthető is, de annál inkább tiszteletre méltó, hogy Felső Zsolcán ez az Egyesület ilyen intenzitással tud működni.